ezerszer látott kép. Uzsonnázó család a fűben, és kisé odébb, szinte elfeledve, az árnyas liget előterében, magányos gyermekkocsi. Látszatra semmi sem történik a tökéletes idilben, pedig mennyire hogy történik. Méghozzá olyasmi, ami egyedül a világ születéséhez fogható. A gyermekkocsi sátra alól egy néma csecsemő figyel, egy néma fát. Olyan ez a fa, mint egy óriási dajka, első tanító. Csecsemőkorunkban ő oktat minket a világ, a létezés beszédére. Mert mit is mond egy fa egy csecsemőnek? Pontosan azt, ami kimondhatatlan. De ez a kimondhatatlan és néma nyelv mégis létezik, sőt, minden lehetséges beszéd közül a legerősebb. Arról szól, hogy a világ van, és csak egy csecsemő figyelme lehet olyan erős, hogy ezt a beszédet meg is értse. Ez az egyetlen, hatalmas szó alkotja egész szótárát. Később a világ arról beszél majd, hogy ami van. Miként és milyen formában létezik? Ez a beszéd már kimondható, tengernyi szóból és végtelen mondatból áll. Ez a világ második nyelve, a felnőttkor beszéde, mely lassan-lassan feledésbe meríti az első néma beszédet. De. Mégsem egészen. A felnőtt kor nyelve olykor elelnémul bennünk, hogy ha csak pillanatokra is visszatérjünk az első paradicsomi eszmélésünk egyetlen, néma és hatalmas szavához.